Igazából abszolút hasznosnak tartom, és abszolút megszólított minket. Jó, hogy volt közben kivetítés, hogy láthattunk példákat is, és így talán kicsit megfoghatóbb volt, amiről a történész hölgy mesélt. És itt vagyunk a Benkő István Református Gimnáziumban, itt Újpesten, ahová elhoztuk a Házhoz megy a múzeum 1956-tal kapcsolatos időszaki kiállítását, és itt tartottam rendhagyó történelem órát. Nagyon jó szerintem, hogy így az egész gimnázium itt ülhet, és kicsit így összehoz minket, igazából is 56 lényegét láthatjuk, és mégis azért kicsit így a nemzettudatra ébreszt minket, és abszolút elmélyíti a tudásunkat szerintem. Szerintem feltép hasznos volt, hiszen úgy gondolom, hogy magyarként nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a történelmünkkel, és így még jobb belátást szerezhetünk a múltba. Azt gondolom, hogy fontos, hogy a gyerekeknek a múzeumról ne az üssön eszükbe, hogy unalmas, megkötelező, hanem ők is találkozhassanak vele egy olyan környezetben, amit ismernek, amit szeretnek, és megismerkessék a múzeum kínálatát, tárlatait ezáltal egy kicsit jobban. Ő számukra is egy pozitív élmény maradjon, illetve fontosnak tartottuk, hogy a rollapok segítségével ők maguk is jobban megismerhessék a forradalom eseményeit, illetve hogy egyáltalán kevésbé ismert témával a forradalom előzményeivel is foglalkozhassanak. Az a személyes tapasztalatom, hogy ahová elvisszük ezeket a Házhoz megy kiállításokat, akár az 56-osat, akár a szovjet kényszermunkatáborról kapcsolatos rollapokat, nagyon szívesen fogadnak minket, várnak minket, és nagyon érdekli a diákokat ez az egész történelem. Van, akik kérdeznek, válaszolnak, tehát azért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres program, sorozat.